Az ukrajnai magyar segítségnyújtásnak az egyik legfontosabb helyszínén vagyunk. Ez Kijev megye, ezen belül a Borodyankai járás, Zahalci település. Ez egy körzeti központ, hogy úgy mondjam, az oktatás szempontjából és az óvoda szempontjából. Azért választottuk ezt a helyszínt, mert itt nagy rombolások történtek. Időközben már az elmúlt egy évben sikerült ezt a konténerovodát megépíteni, és megindult az iskolának is az újjáépítése, ami várhatóan a következő tanévre már rendelkezésre fog állni. Tehát azt tudom mondani, hogy ebben a megyében nagyon jól haladunk időarányosan. Itt van egyedül meg annak a feltétele, hogy újjáépítésbe kezdjünk. Máshol az országban nem lehet, tehát sem Harkov megyében, sem Herszon megyében, sem a közvetlen háború által érintett területeken ott erre nem tudunk vállalkozni, nem is szabadna. Amit ott teszünk, az egy más típusú segítségnyújtás, ott humanitárius segítségnyújtást teszünk. Elsősorban azon belső menekülteket segítjük, akik központi szállásokon vannak elhelyezve, tehát tornatermekbe, iskolákba, kultúrházakba. És hát ez egy nagyon kiterjedt akció. A jelenlegi pontos számításaink szerint meghaladtuk a 500 000 embert itt Ukrajnán belül, akinek segíteni tudtunk, és ez egy nagyon-nagyon komoly dolog Magyarország részéről és a mi részünkről is, hogy ilyen szinte az egész országra kiterjedő humanitárius munkát tudunk végezni. Amit mi az elmúlt évben Ukrajnán belüli humanitárius segítségre fordítottunk, az meghaladta 10 milliárd forintot. 10 milliárd forintot. Ennek mintegy 30%-a az magyar forrás. Ennek jelentős része ugye magyar kormányzati segítségnyújtás, ami elnyúlik, természetesen nem egy évre korlátozzuk, hanem több év alatt ugye használjuk fel. Benne van a saját gyűjtésünk is. És a másik része pedig, az a bizonyos 70%, az nemzetközi pályázatokon jutunk hozzá. Nagyon sok segélyszervezet keresett meg bennünket Nyugat-Európából, társultak hozzánk, látták a munkánkat, és azt mondták, hogy akkor inkább a mi projektjeinket támogatják, és nem indítanak önállóan. Illetőleg az ENSZ alapokhoz is hozzájutunk, van egy úgynevezett ukrajnai humanitárius fórum itt Kijevben, amelyik a legnagyobb pénzösszegekkel rendelkezik, és pályázatokat ír ki segélyszervezetek számára. Én azt gondolom, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy az első 10 segélyszervezetben vagyunk, azok között, akik a legtöbb támogatást ettől az ENSZ alaptól kapják. Nyilvánvalóan minden projektünket monitoringolják, és annak alapján tesznek javaslatot arra, hogy pályázunk vagy ne pályázunk. Minden monitoringunk után azt mondták, hogy pályázunk a következőre is. Úgyhogy mi örülünk annak is, hogy Magyarországot e tekintetben méltó módon tudjuk képviselni. Ez nagyon fontos számunkra. Az egész országban dolgozunk, nagyon sok kapcsolatunk van különböző kormányzóságokkal, nem csak kormányzóságokkal, hanem kifejezetten a kormányzóval is, tehát tudjuk pontosan a szükségleteket. Hát az igazság, hogy nagyon sok kérés fut be hozzánk, és hát nem biztos, hogy ezek közül teljesíteni tudunk mindent. Arra mi nagyon törekszünk, hogy amit megígérünk, azt teljesítsük. Tehát olyan még nem történt, hogy valamit megígértünk volna, és nem tettük meg. Tehát óvatosan kell haladni az ígéretekkel, és csak a biztos pénz függvényében szabad azt mondani, hogy igen, ezt vállalni fogjuk. Mi készen állunk, én azt gondolom, hogy sajnos hosszú távra kell itt berendezkednünk, ezért is hoztuk létre a kijevi kirendeltségünket. Itt állandó munkatársi csapat dolgozik, nem csak magyar, hanem ukrán munkatárs. Van egy hasonló Lembergbe, van egy kisebb irodánk a Odessa és Herszon térségben, úgyhogy kiterjedt munkát végzünk.